A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Folytatjuk azt a beszélgetést, amelynek keretében megvitatjuk az új híreket, hiszen a magyar piacokat és elárasztó ukrán gabona által okozott problémák megvitatása folyamatosan zajlik. Mint ismertes, március 26-án a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara növénytermesztési és beszállító ipari osztálya egy rendkívüli ülést tartott, annál is inkább, hiszen számos megkeresés érkezett a gazdák részéről az ügyben, hogy jószerivel nem csak a magyar, de a teljes közép-kelet-európai agrárgazdaságot már mint gabona szempontjából ellehetetleníti az a döntés, mely szerint az ukrán gabona célzottan Magyarországon, illetve a szomszédos országokon keresztül itt talál menedéket, ha úgy tetszik, aztán a végén itt is maradt. Nos, hát egy kicsit térjünk vissza, hiszen ez Zászlós Tibor, a Kamara növénytermesztési és állattenyésztési alelnöke javaslatára született meg ez a felhívás, illetve az a tárgyalás, amely jelenleg is folyik. El fogunk jutni április 24-én, 25-én, most ismét volt egy Brunóban egy rendkívül ülés. Először egy kicsit tekintsünk vissza, hogy mi volt az alapja ennek a történetnek, hiszen az orosz-ukrán háború hatása az nyilvánvaló, hogy megszólít bennünket és szolidaritásra késztet bennünket, az uniós döntés alapján pedig elsőre jó ötletnek tűnt, hogy az ukrán gabonát ilyen értelemben kimenekítsék az országból, a háborús övezetből. Megköszönöm a meghívást, tiszteletem minden kedves nézőnek, és valóban a szolidaritás az egy rendkívül fontos dolog, és pont a szolidaritás adta azt az alapgondolatot, amely szerint, ugye mivel a Fekete-tengeri kikötőknek és abból való áruszállításnak a korlátozottsága a háború miatt előfordult, most újabb tárgyalások lesznek majd az esetleges meghosszabbításával. Ezért célszerű volt egy szárazföldi folyosót is nyitni azon országok felé, ahol az ukrán gabona eredendően helyet talált, és eddig is a szállításra került. Mivel a említett Fekete-tengeri kikötőből azért a hajók csak-csak ellátták a jelzett piacokat, ezért a szárazföldi útvonal igencsak akadozott, és teljesen egyértelmű, hogy a Ukrajnába levő ukrán gazdák vagy más nemzetiségű gazdálkodók biztonságos országba szerették volna tudni az árujukat, és ha már a célpiacokra nem jutottak el, akkor Magyarországon tárolták be esetlegesen nagyobb összegért, mint az átlagos magyar tárolási tarifa. E tekintetben nem működött az a szolidaritási folyosó, az a koridor, amiről szó volt, és ezeket a közép-kelet-európai országokat, Bulgáriát, Romániát, Magyarországot, Szlovákiát, Csehországot és Lengyelországot elárasztották ezzel a nagy mennyiségű ukrán gabonával és olajos maggal, mert a napraforgó is ezekben benne van. Igazából ezt tapasztalva a gazdák jelzései alapján is azonnal már a tavalyi év végén fordult a minisztérium az Európai Unióhoz. Hát aki ezt nem egészen ugyanúgy érzékelte, hiszen más magországok az Európa Unióba ezt nem is érzékelhették, hiszen oda nem került ebből a gabonából. Következésképpen nemigen jelezték az ebbéli megoldási szándékukat. Ennek volt a csúcsa az, hogy amikor már elfogadták, hogy piaci zavarokat okoz és okozhat, akkor kizárólag Bulgáriába, Romániába és Lengyelországba adtak kevés csekély összegű támogatást arra, hogy ezeket a piaci zavarokat megoldja. Magyarországot, Csehországot és Szlovákiát kihagyták, mondván, hogy itt semmiféle piaci zavart nem okoz az ukrán gabona itt ragadása.
Na most természetesen ez ellen nagy mértékben protestált mindenki, aki hát Magyarországon a gazdák érdekeit képviseli. Miniszter úr azonnal ment számadadókkal Brüsszelbe, hogy jelezze, hogy ez így ebbe a megjegyzési gondolatba egyáltalán nem igaz. Statisztikai adók támasztják alá ennek ellenkezőjét. A nevezett országok agrárgazdasági kamarája, köztük a lengyel, a kamarai szövetségnek az elnökével Györfi Balázs úr rendszeresen tartott telefonon kapcsolatot, és ennek lett az eredménye, hogy a három ország, gyakorlatilag Lengyelország, Szlovákia és Magyarország megtiltotta az importot Ukrajna felől gabonák és olajos magvak vonatkozásába. 15 termékre vonatkozik, de most azt nem részletezném. Egy rövid közbevetés, hogy nyilvánvaló, hogy uniós alapérték a szolidaritás. Ugyanakkor itt nem csak a mennyiség, az ukrán gabona mennyisége és az itt ragadása, hanem az ukrán gabona minősége is hagy maga után kivetni valót, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy az uniós jogszabályok rögzítik, hogy mit tartalmazhat a gabona, és itt azért jelentős eltérések mutatkoztak. Ezt most a jelentős eltérések, ezt vegyük úgy, hogy játékosan fogalmaztam meg. Nagyon jelentős eltérések mutatkoztak, de az előző gondolat befejezéseképpen még mindenképpen fontos megjegyezni, hogy azonnal tiltakozott a importtilalom ellen, hogy nem nemzetiségi, tehát nem országbeli hatáskör ennek a tilalma, és hát természetesen Lengyelország kivételével ukrán külügyminiszter is kifejtette ennek a tarthatatlanságát, tehát Lengyelország kivétel ilyen tekintetben. Viszont mivel három ország ezt egyszerre csinálta, így igenis végre valahára elkezdett foglalkozni az Európai Bizottság ezzel a problémakörrel, és jelenleg ott tart, hogy igen, körülbelül 100 millió eurót gondol a piaci zavarok megszüntetésére fordítani ezekbe az országokba. Hát tudjuk jól, hogy ez bajmi kevés a végső cél elérésére, de ezek az importtilalmak június 30-ig ilyen értelemben ezekbe az országokba érvényben maradnak, és bizony, hát addig meg lehet találni azokat a megoldásokat, amik a jövőbe a szolidaritásnak is megfelelnek, és a piaci zavarokat sem okoznak, mert ez egy nagyon fontos dolog. Ráadásul, amit szerkesztő úr említett itt a minőség vonatkozásába, hát tipikusan a gutai malomnál, akinek a lisztjeit és termékeit Magyarországon is forgalmazzák, ugye a gutai liszt közismerte itt a fogyasztók vonatkozásába, ott 1500 tonnányi gabonát, ukrán gabonát zároltak pirifosz szennyezettség okán, amelyik hát 0,05 század milligram per kilogram mennyiség körül volt, amit 20-ba az Európai Unió mint hatóanyagot betiltott, 21-ben még az Egyesült Államokba is betiltásra került. Természetesen a világban közel 100 országban, ahol még használják. Tehát rendkívül fontos lenne az, hogyha Európa zölden akar élni, és elfogadja a zöld kritériumokat, és a magyar gazda, tudjuk jól, hogy zöld gazda és környezetvédő gazda, akkor más országokból bejövő, és itt nem csak az ukrán termékről beszélek, harmadik országból bejövő ilyetén való termékek, amik nem az európai termelési szabályoknak megfelelően van előállítva, azt hát tiltó listára kell gyakorlatilag tenni. A másik nagyon fontos dolog, hogy kérem a gazdákat, hogy mindig nyitott fülekkel járjanak, mert az egy álságos dolog, hogy azt mondják ki, hogy igen, de hát szermaradványt nem tartalmaz. Kérem tisztelettel, szermaradvány nélkül magyar gazda is tudna termelni azokkal a hatóanyagokkal, amiket betiltottak, de azért lettek betiltva, mert valószínűleghetően párgammányi mennyiség is káros hosszú távon az egészségre. Ha pedig ez így van,
akkor nem hunyhatunk szemet a fölött, hogy ezek ne kerüljenek be az országba. Igen. Igen, hiszen a Green Deal bevezetésekor folyamatos viták zajlottak, hogy ezt elfogadjuk, és milyen minőségben, mennyiségben kell ezt alkalmazni. Teljes körűen elfogadta hazánk is, és így aztán tehát teljesen nyilvánvaló, hogy ezt megszegni, miközben a magyar gazdák a követelményeknek maximálisan eleget tesznek, és nem csak a magyar gazdák, de az uniós gazdák is, azért ez meglehetősen furcsa helyzetet eredményezett. És nagyon fontos az ön által is említett 24-25-e Bruno, ahol nem csak a V4-ek, hanem csatlakoztak a kamarák ilyetén való összejöveteléhez, a horvátok csatlakoztak, a litvánok, az észtek, tehát ilyen formában több ország is van, amelyek érintettek ugye a import tekintetébe, pontosabban hát a export télalom feloldásába és a koridoroknak a megvalósításába és az itt ragadtuk ránk abban a piac romboló hatásába, és együttesen kívántak fellépni az Európai Unióba a bizottság felé, hogy igenis olyan rendelkezések legyenek, amelyek biztosítják, hogy említettem a szolidaritást, biztosítják, ha szükséges, ugye a vámtarifák bevezetését és ennek a unión keresztüli visszajuttatását a ukrán félnek. Tehát semmiképpen nem a pénz szerzés a célja, hanem a piaci zavarok megszüntetése. És természetesen mindazok a folyosók, koridorok, amelyek a szolidaritás érdekében és a piacra jutatás vonatkozásába kialakultak, azoknak működnia kell a szó valóságos értelmében. A Magyar Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nagyon-nagyon fontosnak tartja, hogy a következő évi termés biztonságban elhelyezhető legyen, hiszen ez a termés jó minőségű, magas beltartalmi értékű és egészséges áru. Ezért a GOSZ, MAGOSZ-nak egy közös felhívást fog a napokban kiadni a minisztérium kérésére a gazdák felé, amiben kérjük, hogy jelezzék vissza, hogy mennyi üres raktárkapacitásuk van a termésre. És ez várhatóan elégséges-e a most előzetesen figyelembe vett termésátlagok vonatkozásába, vagy elhelyezési problémáik lesznek. Ez viszonylag egy hű képet fog arra adni, hogy milyen irányba kell azonnal a NAK-nak is és a kormányzatnak is elmozdulni afelé, hogy az aratásra ez a súlyos piaci zavar valamilyen módon oldódjon, és minden egyes magyar termésnek, gabonának helye legyen a raktárokban. Mi folytatjuk Brunóval természetesen, de azt tudjuk, hogy ukrán búzából és kukoricából több millió tonna van betárolva. Ez természetesen, ahogy olvasom itt, a betakarításhoz képest a felvásárlási ár, mármint a búza, 25-tel, napraforgó 35%-kal esett, sőt a hazai gabona, illetve az olajos magvak felvásárlása szinte leállt. Ez tarthatatlan helyzetet eredményezett. Ez abszolút, főleg úgy, hogy ugye az Unióban a miniszter úrnak azt mondták, hogy hát nem okoz piaci zavarokat, hiszen nem olcsóbb. Hát meg kell nézni a Matifot, Rotterdam, vagy bármelyik tőzsdét ilyen értelemben, hogy messze a magyar árak alatta vannak. Tehát nagyjából úgy néz ki ez a grafikon, hogy vannak a tőzsdei árak, az alatt van lényegesen a magyar ár, és hát az alatt még mélyebben az ukrán ár. Tehát nem valós az, hogy piaci zavarokat nem okoz, hiszen Magyarországon szinte ma a Európában a legalacsonyabb ezeknek a termékeknek az ára, és hát ez micsoda, ha nem piaci zavar, nem piaci gond, hiszen azért mégiscsak az árcentrum a mindenkori tőzsdei árak körül, akár Matif, akár más, plusz szállítási költség szokott mozogni.
Tehát hosszú távon ez nem tartható, de nem tartható nem csak Ukrajnával kapcsolatban, hanem más országgal kapcsolatban sem. Itt most nem akarok kitérni az észak-afrikai zöld paprikának a különféle hatóanyag maradványaira, vagy a nátszukorra, vagy bármi másra, hiszen azért csak is álságos, hogyha más országból szemet hunyunk a kevésbé egészséges, vagy szó szerint a hosszú távon egészségre káros termékek behozatalára. Nagy István úgy fogalmazott, hogy új intézkedéseket vezetnek be, és szigorúbban ellenőrzik a szolidaritási folyosón érkező ukrán gabonát. Ez mit akar? Mi mindent vizsgálnak, hiszen itt beszéltünk arról, hogy elsősorban a minőség, és például a peszticidekre gondolt elsősorban, illetve azt emelte ki, mert az Unióban nem engedélyezettek, de ez sok minden másra is vonatkozik. A miniszter úr nagyon fontos intézkedéscsomagot tett le az asztalra, amivel a szolidaritási folyosó működése biztosított tud lenni. Tehát az első Magyarország felé megtiltotta a gabona importot, illetve 15 termékféleségnek az importját. Ebben húsok is, méz is, más termékek is szerepelnek. Tehát ez csak a szolidaritási folyosón keresztül mehet át az országon, tehát tranzitszállítás tekintetében. Ilyen értelemben ezeknek a vizsgálata, ami elhagyja az országot, nincs jelentősége, mert nem hazai felhasználásra kerülnek. Ezért visszavezetésre került a gabonák vonatkozásába az EU-n belül is az EKR rendszer. Majd pedig hát eddig is, ami Ukrajnából érkezett áru, az a vámolási procedúrán átesett, legfeljebb nem volt vámtétel. Tehát ott a mennyiség is pontosan ismert. Románia felől is, mint schengeni határ, van egy bizonyos ellenőrzés, ott vámolás nyilvánvaló nincsen, de mindenképpen nyilvántartás van. De most mivel Magyarországon minden egyes gabonaszállítmány EKR kötelezett, ezért abszolút nyomon követhető. Nyomon követhető, hogy a beléptetett, országba beléptetett úgynevezett szolidaritási folyosón átmenő áru az elhagyja-e az országot. Na most, mivel ez az importtilalom fennáll, ezért teoretikus ugye az a dolog, hogy ilyen értelemben mit tartalmaz, vagy nem tartalmaz az ukrán kukorica a bejövési tilalom miatt. Viszont ami Magyarországon van, és itt van elraktározva, azoknál meg kell nézni ezeket az állategészségügyi, növényegészségügyi és élelmiszerbiztonsági határértékeket, mert semmiképpen nem szabad felhasználni olyan gabonát, amelyik gyakorlatilag szennyezett bármilyen módon. És a későbbiekben, amennyiben megnyílik újból az import Magyarország felé, akkor is az EKR-rel együtt a vámolás után be kell jelenteni a magyarországi első lerakási helyet, ahol a néviknek ellenőrizni kell. Tehát ennek most már egy szigorúbb kialakult rendje lesz adott esetben, akkor is, hogyha ez a bizonyos vámkorlátozás, importkorlátozás megszűnik. Mindenképpen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is, a minisztérium is nagy erőkkel készül arra, hogy együtt éljünk a ukrán gabonával, de ez ne változtassa meg alapjaiba azt a piaci trendet és az egészséges magyar élelmiszereknek a forgalmát, amit ma minden magyar állampolgár élvezhet, akár a polcokon, akár az asztalokra tett élelmiszerek vonatkozásában. Rendkívül fontos kérdés, hogy mi történik azzal a gabonával, ami már itt van, hiszen ez is drasztikus piactorzulást hoz, nincs hova tenni a gabonát. Számtalan olyan nyilvánvaló, hogy helyzet alakult ki, hogy a tárolókapacitás is véges. Igen. Ez a felmérés, amit az előzőekben említettem, Magyarországon nagyjából
olyan 22 millió tonna tárolókapacitás van, és most meglátjuk, hogy ebből nagyjából mennyi az az üres kapacitás, ami rendelkezésre áll. Természetesen a NÉBIK ezeket a gabona készleteket megvizsgálja, amennyiben hát olyan szermaradványok vannak benne, ami akár takarmányozási, akár élelmezési felhasználásába korlátozott, akkor azt meg kell semmisíteni, vagy bioetanolt, vagy bármi más lehet gyártani, vagy el kell szállítani az országból. Tehát az a kereskedő, tulajdonos, akinek a birtokában van, ha Magyarországon ez nem használható fel, akkor valamilyen módon ezt vagy megsemmisíteni, vagy kiszállítani kell. Tehát ilyen értelemben fog raktárkapacitás gyakorlatilag felszabadulni is, a másik az úgynevezett mikotoxinos kukorica, amelyeknek a eladása elég intenzíven folyamatban van, és bioetanolra való felhasználása, tehát minden remény megvan arra, de legfőbb számokat ugye az elkövetkező napokban fogunk tudni, hogy aratásra lesz elég szabad kapacitás a raktárakban. Ugye a szőrmentén már említettük, hogy komoly aggasztó probléma mindenképpen a gabonán túl a repce, hús, tojás, méz, gyümölcsök és egyéb mezőgazdasági áruk megnövekedett mennyisége, hiszen ez is dömpingáru, és egyik oldalról áresést okoz a piacon, másik oldalról pedig bizony most már ugye ezt is érintik és kimondják, nem csak a V4-ek, hanem ugye a csatlakozó, ahogy ön is említette, a bolgár, horvát, észt, litván, román gazdálkodói szervezetek, hogy ott is gondok lehetnek a minőséggel. Mi történik ezekkel? Mit tehet így, hogy az unió ellen, ha úgy tetszik, a felsorakozott nemzetek? Hát az unió rendkívül sokat tehet, hiszen az uniós szabályozás, a ilyetén való külkereskedelem, import, export bizonyos korlátozása, tehát harmadik országból való bejövetele. Akkor a nyitott fülekkel szemléli az eseményeket. Akkor, ha nem arra gondol, hogy a szolidaritás leple alatt nem kell foglalkozni ezzel a témával. Még egyszer ki is jelentették a Brunóba összejött agrárgazdasági kamarai vezetők, hogy messze szolidálisak Ukrajnával szembe. Szó sincs a szolidaritási hiányról, hanem az országok saját kereskedelmi és terméseiknek a megvédése, a piaci zavarok elkerülése és hosszú távú rendezése. Hiszen ne menjünk előre, de nagy valószínűség szerint ugye hosszú távon kell az ukrán termékekkel együtt élni, ezt pedig akkor lehet megtenni, hogyha ők is hasonló termelési feltételeknek felelnek meg, mint az Európai Unió, hasonló módon betartják azokat a szabályokat beltartalomba, szerhasználatba és minden más olyan higiéniai dologba, ami az Európai Unióban nem csak elfogadott, hanem napi gyakorlat. Lát arra reményt, hogy ezt az elfogadott döntést, amit a V4-ek és a többi csatlakozó ország meghozott a szakemberei, hogy ezt végre lehessen hajtani záros határidőn belül, hiszen ilyen értelemben az idő sürget. Igen, látok, hiszen ez a legfőbb célja ennek az összejövetelnek. Most már elég sok ország van, amelynek a jelzését és akaratát nem lehet egyszerűen csak negligálni, mert hát legyünk tárgyalagosak, a lengyelek nélkül Magyarország egyedül bevezetett volna bármiféle importkorlátozást, annak idején ugye a különféle növényvédőszer maradványokkal szennyezett tojás vonatkozásában 3 napig álltuk a sarat, és utána vissza kellett vonni. Tehát Magyarország egyedül képtelen lett volna ezt megvalósítani. De csoportosan oda kell, hogy figyeljen az Unió bizottsága ezekre a problémákra, és ezért fontos az összefogás, ezért fontos az együttes fellépés, hogy igenis a brüsszeli döntéshozók felé, ha még az ő országukat nem is érinti ez a probléma, eljusson a szó,
és eljusson az az akarat, hogy ezt meg kell oldani. Nos, hát köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy még fogunk erről beszélgetni nyilvánvaló, hiszen a meghozott intézkedések betartatása is rendkívül fontos témakör lesz. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, és nyilvánvaló, hogy ismét arról kellett, hogy beszéljünk, hogy mi történik az ukrán gabonával, illetve olajos magvakkal, amelyek érkeznek a térségbe, az országba, a V4-ekbe, illetve számos más országba is. Erről született egy döntés, illetve egy felhívás, erről beszélgettünk vendégemmel, Zászlós Tiborral, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara növénytermesztésért és állattenyésztésért felelős alelnökével. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.